Párt keményen kiállt amellett, hogy meg fogja védeni a magyar földet. A Jobbik ez alatt a 4 év alatt, ha jól emlékszem, alkotmányos védelem alá helyezte volna a magyar földkérdését. A Fidesz, ahogy jól emlékszem, illetve ahogy a törvényhozásban láttuk, ezt nem tartotta szükségesnek. Kíváncsi vagyok miniszterelnök úr véleményére, hogy a magyar föld védelme megtörtént-e, folyt-e ezért harc. Bátran mondom mindenkinek, aki figyeli a vitánkat, a magyar földet megvédtük, ez a törvény nem teszi lehetővé, hogy külföldiek földet szerezzenek Magyarországon, ez a törvény viszont lehetővé teszi azt, hogy a jelen pillanatban a magyar termőföldet 50%-ban nagy birtokok, 50%-ban kis és közép birtokok művelik, lehetővé teszi, hogy ezt az arányt elbillentsük egy történelmi vitát eldöntve a kis és közép birtokok javára, és ennek a törvénynek az eredményeképpen és a kormányzásunk eredményeképpen a kis és közép birtok aránya el fogja érni legalább a 80%-ot, és a nagy birtok aránya legalább a 20% alá fog csökkenni. Ha volt valami, amiért azt gondolom, hogy tényleg mindent megtettünk, az a magyar föld megvédése volt, még pulpitust is foglaltunk talán, erre miniszterelnök úr is emlékszik, végig kellett, hogy nézze. Az első kísérletünk nem a pulpitus foglalás volt, az első kísérletünk az alaptörvény megszavazásakor volt egy olyan módosító javaslat, amely azt mondta volna ki, hogy magyar föld csak a magyar állam, magyar önkormányzat vagy magyar természetes személy tulajdonában lehet. Népszerinti szavazáson az összes fideszes országgyűlési képviselő, ön is miniszterelnök úr ezt leszavazta. Akkor azt mondták, hogy azért, mert ha ezt megszavaznák, ki kéne lépnünk az Európai Unióból. Jó, akkor mi úgy döntöttünk, akkor próbáljuk meg, akár ugye litván mintára, ahol népszavazást fognak tartani erről a kérdésről, próbáljuk meg elérni a csatlakozási szerződés módosítását ebben a kérdésben, hogy ez ne okozzon Európai Uniós szakító próbát ez a kérdés. Mert Litvániában erről népszavazást tartanak, ezt miniszterelnök úrnak is tudnia kell. Önök nem támogatták ezt, a Nemzeti Választási Bizottság pedig folyamatosan most már kétszer is lesöpörte az asztalról. Nem baj, akkor azt mondtuk, hogy nézzük ezt a földtörvényt, amit majd önök állítólag a miniszterelnök úr elmondása szerint a dán, az osztrák meg a francia példa alapján gyúrtak össze. És hogy azt mondta a miniszterelnök úr, hogy ez Európa legerősebb földtörvény. Hát lehet, hogy a dán, a francia és az osztrák földtörvény jó, de kérdezem én, mi köze van a dán, a francia és az osztrák gazdatársadalom helyzetének a magyar gazdatársadalom helyzetéhez? A tőkeerős gazdaságok vannak, ott akármilyen gyenge földtörvény van, egyszerűen nincs földpiac, nincs senki, aki eladja a földjét. Nálunk egészen más helyzet, miniszterelnök úr, és ön pedig megint csúszhatott, mert amikor azt mondja, hogy külföldi nem szerezheti meg a magyar földet a földtörvény szerint, akkor ezt önök úgy érték csak el, hogy a külföldi helyett azt mondták, hogy viszont az Európai Unió polgárai, az 500 millió ember, az belföldinek minősül tagállami állampolgárnak, és ő meg már szerezhet Magyarországon földet, úgyhogy azt gondolom, miniszterelnök úr, ne itthon verje a mellé, ne itthon mondja azt, hogy megvédjük a magyar földet, hanem szeretném egyszer hallani, bár most már erre nem lesz ideje, szerettem volna egyszer hallani, hogy Brüsszelben ön elmondta volna azt, legalább egyszer, hogy a magyar földet meg fogja védeni. Mert ugyanis miközben mindenféle parlamenti ülésen, gazdagyűlésen ön ezt mondta, egyetlen egyszer sem mondta ezt európai, brüsszeli vagy strasbourgi szintére. Akkor, ha már Gonda Gábor elnök úr áttért az Európai Unió kérdésére, akkor folytassuk innen. Ha van kérdés, amiben mindkét szavazótábor azt hiszi, hogy a pártja harcban áll az Európai Unióval, akkor ezt gondolom ez. Ugye a Fidesz békemenetet szervezett az Európai Unióval történő harc mintája, illetve megmutatására, hát a Jobbik álláspontja pedig az Európai Unióval kapcsolatosan mindig is radikális volt. Kíváncsi vagyok miniszterelnök úr véleményére, hogy akkor valóban harcolnak-e az Európai Unióval. Egyáltalán hogy látja ezt a kérdést? Ami az európai gazdasági övezethez való tartozásunkat illeti, mert ahhoz sem fér kétség, hogy természetesen nekünk meghatározó partnerünk van az Európai Unióhoz tartozó országok közössége. Azonban, amikor ezt leszögezzük, tudnunk kell, hogy az Európai Unió által javasolt válságkezelést azt Magyarországnak érdemes elutasítani. Tehát, ha mi azokat a lépéseket akarnák végrehajtani, amit a brüsszeli bürokraták javasolnak nekünk, akkor azt gondolom, hogy ártanánk a hazánknak. Ezért egy nagyon bonyolult műveletben, amelyben az egyetértés, a megegyezés, az elutasítás, az ellenállás elemeit kell vegyítenünk, egy nagyon bonyolult taktikai akciósorok keretében,
nagyon határozottan saját utunkat kell járni, és ellent kell állni azoknak a nyomásoknak, amelyek számunkra hátrányos intézkedéseket akarnak vezetni Magyarországon. El akkor hallottam, hogy egy nagyon bonyolult taktikai akciós sorozat volt. Mi erről a véleményed? Ez a kettős beszédnek a tipikus esete. Itt megint magyarországi szintére miniszterelnök úr előadta, hogy valójában gazdasági szabadságharcot folytat egy nagyon bonyolult taktikai, komplex kezelési mód formájában. Nos, amit ő folytatott, az nem egy gazdasági szabadságharc, hanem egy szimpla hatalmi harc. Mert miért is harcolt a miniszterelnök úr Brüsszelben? A munkahelyekért? A magyar termelőiparért? Az üzemeinkért, a gyárainkért? Vagy pedig a médiatörvényért, ami az önhatalmas szempontjából volt fontos, az alaptörvénymódosításokért, ami szintén az önhatalmas szempontjából volt fontos, és a bírák nyugdíjaztatásáért, ami szintén az önhatalmas szempontjából volt fontos. Miniszterelnök úr, amikor azt mondja, hogy gazdasági szabadságharcot folytatott, akkor egyszerűen hazudik. Nem volt ez gazdasági szabadságharc, ez egy szimpla hatalmi harc volt. Ön szélesíteni akarta hatalmi befolyását Magyarországon, és ezzel a folyamattal, ennek a folyamatnak a során összeütközött az európai szocialisták és az itteni szocialisták csapataival. Erről volt szó, de ez nem gazdasági szabadságharc, mert ha ön gazdasági szabadságharcot akarna folytatni, amire egyébként szükség van, és ami kormányra kerülünk, ezt meg is fogjuk vívni, akkor el kellett volna legalább egyszer mondani őszintén Brüsszelben, hogy mi a mi problémánk. Őszintén beszélni kellett volna arról, hogy bennünket átvertek. Mert önök is egyébként, miniszterelnök úr, meg az MSZP is 2003-ban, amikor Magyarországot betoloncolták az Európai Unióba, óriás plakát kampányokkal azt ígérték nekünk magyar embereknek, választott polgároknak, már aki ezt akkor persze elhitte, hogy majd Párizsban fog tanulni a gyerek, és hogy nekünk Bécsben lesz cukrászdánk. Most ebből annyi valósult meg, miniszterelnök úr, hogy a gyermekünk Párizsban mosogat, és Simon Gábor pedig Bécsben nyitott számlát. A valódi problémát azt soha nem mondta még el sem ön, miniszterelnök úr, sem az elődei 10 év során, amióta az Európai Unió tagjai vagyunk. Ez pedig a következő. Nekünk az Európai Unió azt ígérte, hogy egyenrangú tagállam leszünk és egyenrangú állampolgár. Hol abban az egyenlőség, hogy miközben európai munkát végzünk, miközben egy dologban, az árakban fölzárkóztunk Európához, hogyha önök bemennek és ön is, miniszterelnök úr, a boltba, akkor német és osztrák árakon vásárol. De mi van akkor, ha a magyar ember kijön a munkahelyéről? Hol van abban az egyenlőség? Ott nem, hogy német meg osztrák fizetéseket nem kap, még a kínaiak is kinevetnek bennünket, a kínai gyermekmunkások. Miniszterelnök úr, az Európai Unió gyarmatosított bennünket, ön is erről beszélt, de nagyon jó lett volna, hogy ezt valóban gazdasági szabadságharcként vívja meg, és nem csak itthon szédíti a szavazóbázisát, itthon veri át és csapja be az embereket, hanem ezt a gazdasági szabadságharcot elkezdte volna, mivel nem kezdte el, így ránk fog várni április 7-től ez a feladat.